Kérnék szépen színpadra jönni Jack Hillt és Utterson. Pedig visszakapcsolunk a stúdióba, ahol vidám dalokat fognak hallani a püspök meggyilkolásáról. Az a baj, hogy zenére. Őrül, gyilkos, 1-2-3-4-5-6-7-8. Rendszer szinten vezettem be az Operettszínházba a hármas szereposztást, hiszen olyan sok nagyszerű művész dolgozik az Operettszínház kötelékében, hogy minél többet óhajtottam jelentős feladatokhoz juttatni, és ezáltal ez meg is valósult. De előadás biztonsági szempontok is vezérelnek, és a pandémiás időszak sajnos bebizonyította, hogy időnként még a hármas szereposztással is éppen csak, hogy meg tudtuk tartani az előadásainkat, tehát nem maradt el előadásunk meg betegedés miatt. Most így van ez a Jekyll és Hyde esetében is, hogy három komplett szereposztással mutatjuk be az előadást, majdnem, hogy kívánságot is teljesítek ezáltal, mert művészeinknek ott van a bakancs listáján ez a produkció, ez a mű, ezek a szerepek, és aki hozzájutott a szerephez, az nagyon boldog azáltal, hogy megmutathatja magát, kipróbálhatja magát ezekben a szerepekben. Mindannyiunkra ez a sorsvár, uram. Tehetetlen csecsemőként kezdjük, majd ugyanúgy végezzük, ha megérjük persze. Meg kell tennem. Érte. Egy fiatal, ambiciózus orvos, akinek van egy keresztje, az édesapja betegsége, és orvosként főleg misszióvá válik számára, hogy meggyógyítsa. Dr. Harry Jekyll! Ebben az időben egyébként 1880-as években kísérletezni emberekkel nem lehetett. Erről szól a darab, hogy szerette volna a nagy professzorokat meggyőzni arról, hogy lehessen. Ez az, amit megtagad a szakmai tanács, és aztán ez indítja benne a motivációt, hogy saját magán próbálja ki ezt a szert. És hát itt van az édesapa, ami meg gyakorlatilag egy olyan kapcsolódás, amitől még erősebbé válik az, hogy ő ezt mindenképp véghez vigye, ezt a tettet. Édesapám, mi történik? Kezdődik valami, testem úgy ég. Pusztít és felfalmat, fájdalom tév. Csak rángat és belém van, eljött a vég. Azt éreztem, hogy a darab közepe vége felé a Hyde-i káosz, a démoni Hyde eluralja az előadást, és egy kicsit elfeledkezünk Jekyllről. Elfeledkezünk azon motivációról, amiért ez az orvos Hyde lett. Elfeledkezünk arról, hogy az édesapját akarta megmenteni, hogy a világot akarja jobbá tenni, hogy a beteg embereket egészségessé szeretné tenni, és ez így elfelejtődik. És az édesapa az a dramaturgiai szál, ahol a közönség mindig kapaszkodót talál abban, aha, értem, az előbb Hyde volt, és lehet, hogy szörnyűségeket követett el, de hát azért mégse felejtsük el, hogy ez a fiatal ember egy orvos, aki azért került ebbe a helyzetbe, mert az édesapját akarta megmenteni. Számomra fontos, hogy olyan dinamikával lüktessünk a színpadon, amit érez a fiatal, az idős és mindenki, amiben él a nap 24 órájában, hogy jelmezében, díszletében egy megfoghatatlan, lehet ez 2180-ban, vagy 1980-ban, vagy 1880-ban. Megvannak azok a korhoz alkalmazkodó formák, de mégis anyagában olyan vagány és mai, amitől lehet ez az egész mai. Szóval ezekkel együtt kell lélegezni, együtt kell mozogni, és ettől lesz az egész hiteles, ettől lesz mai. Elkezdjük szépen előről, jó, és ha valaki úgy érzi, hogy türelmetlen, jöjjön le hozzám,
mondom neki sokszor, hogy türelem, türelem, rózsát terem, és akkor utána visszamehet, jó dolgozni. Gyilkos, gyilkos, nem is sem. A másik felvonásban itt egy csatornafedél lesz, amelyik egy kicsit néha nyüglődős, de nem fogtok bele esni, tehát nem lesz lehet. Fogásos, necsipődés gátló az nem fog jelezni, tehát abból induljatok ki, hogy fél méternél jobban ne közítsétek meg a süllyedőt, amikor lefölmozott. A bálterem előtti képnek a lépcsőzetéről, hogyha fölmentek az emelvényre, a hátsó falnak, hogyha nekitámaszkodtok, akkor leestek. Tartóztassák le! Ha szépen megvan rajzolva a Jack Hill, akkor meg kell próbálni attól nagyon elszakadni, és meg kell próbálni valami nagyon mást mutatni, mint amit a Jack Hillben mutattunk. Egy-két műlábat, vagy ilyesmi, be kell tenni, hogy értsék, hogy miért van itt a csap. Abszolút igazad van, igen, igazad van, mindjárt. Vesét, májat, ezért ilyen. Állat ilyen. Már nagyon mehetünk tovább! Szívet, ilyen üvegemben is. És te hoznál Dél-Afrikából egy ilyen sámánt, aki csoporttársad volt még Londonban, csak aztán ő visszavett. Van számtalan csapdája ennek a próbaidőszaknak, amikor az első pillanattól vadak akarunk lenni Hyde-ként, akkor körülbelül a második nóta alatt meghalunk, meg kell tapasztalni, hogy hogyan lehet ezt energiával beosztani, és mi az, amikor tulajdonképpen rád kerül egy új ruha, vagy nem tudom, egy kicsit szűk is, kicsit mozognál is, de vagy nagy, vagy ki kéne tölteni, és akkor gyakorlatilag mire megérkezel hájba, addig az első felvonás végére, addigra teljesen szabad vagy, és már semmi dőröngélő, semmi nyomás nincs a hájban, hanem egy végtelen szabadság. Amit persze nézőként nem feltétlenül úgy élünk meg, hogy ez egy maga megtestesült gonosz, hanem maga a felszabaduló energia, amit mondjuk a Jackie sokáig visszafolytott magába. Rád! A lángom éltet és zsilkol, a véremben táncoló tűz. A pokolból üzentek és szól, gyere, vár rád a bűz! Felszínű, hogy mi is lakhat egy emberben, még hogyha az első pillanatban csodálatosan néz ki. Rám vár, tudom, ez a próba csak az enyém, soha nem hitt bennem senki, csak én. És aztán egyszer csak a benne lévő démon felszíre kerül, és eluralkodik rajta. Most, hogy ennyire karcsú vagyok, és ilyen sovány, és ennyit fogytam a próbaidőszak alatt, hogy lehet az, hogy ez egy kicsit ilyen így kövesse, hogy még délcegebbnek látszódjak, hogy amikor majd széthúva állok, akkor megint nagyon loncsos legyen. Tehát, hogy ez nagyon elegáns, az nagyon elállatiasodva. Szívesen élnék egy olyan korban, amikor ezeket a ruhákat hordjuk. Most kell a minden, láss, amíg éltet hétem, bárhol a cél lesz közös út, sorsomat éld ugyanúgy, ne félsz, ismersz rég. Ez egy nagyon izgalmas kor, ipari forradalom utáni időszakban vagyunk. Talán üzenete van így színeknek, szimbolikának, ugye a vörös, a mélybordó, az a szenvedély, a Lucia Nelly karakterében látható, ugye a meleg színek, a szenvedély színei, és a kékeket pedig, és a hűvösebb színárnyalatokat az arisztokrácia szereplőinek gondoltam. Itt mellettem éppen az Emma báli készfogó ruháját láthatjátok. Csak úgy mondom, a Balaton összes kékje ott lesz, és talán a színpadon jól fogjuk látni, követni ennek a kettősségnek a szélsőségeit, ami ugye a Jack választásában is benne van, hogy melyiket választa. Az egyik egy szenvedélyes, egy mély tónusú, a másik pedig az egy ilyen üde, az élet előtt álló, reményteljes karakter, aki végig mellett áll, biztatja, és az ég kékét jelenthetné neki, de nem ezt választja. Itt leszel,
Lucy egy utcalány, és akkor ezzel kapcsolatban az embernek vannak elképzelései, hogy milyen lehet, ugye, hogy egy utcalány azért próbál minél többet mutatni magából, hogy eladja saját magát, és ehhez képest a jelmezeim nem mutatnak olyan sokat, mint én gondoltam, de egyébként ez nem baj, gyönyörűek. Attól függetlenül, hogy ez a lány nem a felső 10 000-hez tartozik, hanem az alsóhoz, mégis azért egy elegáns nő, ő a díva, nem egy az örömlányok közül, hanem azért ő egy kiemelt figura, úgyhogy örülök neki igazából, hogy inkább elegánsabban vagyunk költöztetve. Ez a fajta rossz életű nő, ez engem ritkábban talál meg, valahogy alkotilag inkább a hősnők és a divák szoktak megtalálni. Én Lucy Harris-t alakítom ebben a darabban, aki egy utcalány, és egyszer csak történik egy csoda, megjelenik az életében Jekyll, aki egyszer csak egyetlen egy pillanatra emberként szól hozzá, és nagyon bensőségesen fordul felé. És ez egy olyan meghatározó pillanat lesz az életében, ami egy nagyon komoly változást indít el benne. Mindig meghalok a színpadon, ez most ezúttal sem lesz másként, de egy teljesen más formában. És hát azt is keresgélni kell ennek a közönségességét, de hogy mégse legyen az alakítás közönséges. Olyan szerencsés vagyok, hogy Lucy Harrisnek abszolút van most már két nagyon-nagyon dögös száma, és egy ilyen borzasztóan vérbő, nagyon ritmusos, azt kell mondom, hogy nagyon közönségbarát száma, és ezen kívül pedig vannak gyönyörű lírai dalai, ahol pedig tényleg tulajdonképpen egy naivaként tud viselkedni, miközben ő egyértelműen egy drámai hősnő. Akárhányszor lejátsszuk újból és újból elpróbáljuk, vagy már közönségnek csináljuk, mindig találunk még új dolgokat, vagy még olyat, aminél most érzem meg, hogy ezt egyébként lehet így is mondani, meg lehet amúgy is, és milyen érdekes, hogy amikor az olvasó próbán olvastuk a szöveget, akkor nagyon sok résznél azt gondoltam, hogy ez evidens, hogy igen, ez erről szól, itt ezt kell majd játszani. És én élvezem azt, hogy egyébként még a 10. előadáson is el lehet kapni olyan fonalakat, amikre nem is gondoltam volna az olvasópróbán. Az Emma Carew, Dr. Jekyll mennyasszony, az egy visszafogott, határozott, szerelmes lány, és azt a temperamentumot, ami bennem Dancs Anna Mariban tombol, és mindig felrobban a színpadon, ezt most nagyon szépen kell én kezeljem és irányítsam, hogy nyilván ne az legyen, hogy nem veszik észre ezt a lányt, ezt az Emmát a színpadon, de ne is legyen ő a domináns. Én azt gondolom, hogy itt nem egy teljesen naív lányt kell elképzelni, mind a mellett, hogy ő a darabban szerintem a tisztaságot és az egyszerűséget és az egyenességet képviseli, de emellé társul egy olyan jellegű és olyan erős hit, ami miatt ez egy nagyon-nagyon erős karakterré válik. Nekem Emma ezt jelenti, a feltétel nélküli szeretés, egy olyan fajta támogatás, amit egy nő nem tud akármelyik férfinak adni, hanem csak a kiválasztottaknak. Itt már elindulhatok, lefassza neki a pofont a földre, és már mentek is közül. Jó, de nyilván ez menetve lesz, szóval nem fogtuk egy kisztát. Csodálatos dalaim vannak, amiért nagyon szépen köszönöm a zeneszerzőnek, hogy ilyen termékeny volt, és csodálatos hangszereléssel vannak ellátva ezek a dalok.
Tehát ebből a szempontból nagyon segítve van az, hogy a szerelmes oldalát, az érzékeny, naív, törékeny oldalát a jellemnek, a karakternek alá tudjam támasztani. Prózában meg olyan jó mondataim vannak, amely által átjön az, hogy ez a lány nem csupán egy szerelmes, naív menyasszony, hanem igenis vannak elképzelései. Kedves, és mégis mindig tudja, hogy mit akar, és mindig a legnagyobb odaadással odaáll Henry mellé. Csoda szép a múlt, hogy tévedsz el az út. Ez mindig olyan, mint egy nem evilági csoda, amikor úgy Isten igazán beleszeretünk egy férfiba, nagyon sokszor nem is tudjuk igazán megmagyarázni, hogy ez pontosan mitől lehet. Vannak az emberben úgymond elvárások, vagy elképzelések, hogy milyen az ideális partner, és én például általában pont azokban a fiúkban szeretek bele a legjobban, akik ennek egyáltalán nem felelnek meg. úgyhogy nagyon érdekes, én magam sem tudom, hogy ez hogy alakul ki. A mai előadás karmestere Oberfrank Péter. Sorrendben fogok haladni. Átugrom azokat a számokat, amik nem... Nem jók. Tulajdonképpen egy slágergyárosnak egy modern, szinte mai szemlélettel megírt musicaljéről van szó. Elvaratlan akkordok, nagyon érdekes zenekari színek, több száz hangszín, amiknek ilyen érdekes fantázia nevük van. Tehát egy nagyon mai, nagyon napra kész zenei világgal fogunk találkozni. Az én Jekyll és Hyde-om, igen. Itt van belül. Jól megütöttem most a mikroportot, remélem hallatszódott. Melyiket volt könnyebb megtalálni? Igazából mind a kettő egy feladat. Ez nem két külön ember, én nem így fogom föl, hanem egy azon személyiség, és az egyikből kiszakad az a fajta gátlástalan én. Kell az igazság, nekem más már nem is számít, talán mégsem jó barát. Ösztönösen van egy elképzelésem erről az emberről, mint színésznek, és próbálom színészként úgy megvalósítani, hogy először is innen, majd hogy eljusson idáig, és akkor az úgy jön magától. Ilyen folyós zombiba jöttök be, és amikor elhalad mellettetek a Miklós Ati vagy a György Rózsa, nagyon szűken fog jönni. Amikor elhalad mellettetek, akkor egy adott pózban kimerevettek, mintha a pókhálón fölakadtatok volna. Mi van itt, ez több, mint durva? Négy napra jut két hulla, nincs többé generális és pont. A torkát porrázózta, módszernek nagyon furcsa. Egy őrült mindig formát bont. Így bánni egy püspökkel, ez vagy a menzüllött fej. Most meg egy tábornok, egy dolgi bátor volt. Démoly vagy hideg vér, szállol vagy Istennél. Miért más, mint más? Más miért nem más? Próbáljuk ezt az egész dolgot, ez a sötét, műzikeles világ felől megközelíteni, aképpen, hogy van benne egy picit ilyen thrilleres, picit ilyen, én úgy hívom, hogy dárkos mozgásvilág, és ehhez képest jön nyilván az arisztokráciának ugye az alapvető elegáns módja.
csak töltött, csak zuhanás. Mert most ugye visszere szület, mire jó a szívedésen. Zuhanás. Musical együttesünk szerepel ebben a darabban, 32-34 fővel, ezért az úgynevezett nagy képeknek az összeállítása is úgy történt, hogy kvázi mindenfajta rétegének a londoni utcának megjelenik, legyen az akár egy szegény koldus, egy arisztokrata, és ugye maga a nép. És ahogy ezek a kis szeletek összeadódnak, az egész tesz ki úgymond egy ilyen kicsit groteszk, kicsit sötét, kicsit thrilleres látványt. A forgószínpadnak a forgó tömege közel 50 tonna. A levegőből 3-400 kilós díszletek érkeznek, és eközben nagy guruló díszleteket mozgatunk kézzel a színpadon. Mindez egyszerre természetesen. És mindenek a megfelelő pillanatban a helyén kell lennie, a zene ritmusára és makulátlan csendben. Ha valami méret vagy mozgáskoncepció nem stimmel, annak komoly ütközés lehet a következménye. Maga a viktoriánus kor is egy nagyon eklektikus, nagyon számomra nagyon bizarr világ, és hát ezt próbáltam meg visszahozni. Nem is kéne más, talán egy új szív, dobbanása újra táncba hív. Egy új dallam, szabad hanggal szelít. Nem csak a díszletelemekben, bútorokban próbáltunk olyan aprólékos, mives dolgokat megtalálni. Az összes helyszín valamilyen szinten megjelenik a színpadon, illúziókeltően, és hát nagyon bízunk benne, hogy hatáshoz lesz, amit mi szerettünk volna. Egy ilyen alapkoncepciót állítottam magamnak fel, hogy az összes vetítésünk az fekete-fehér lett, ebből indultam el, ez az alapfelállás, és maga a díszlet is ugye szürke, így aztán ezt az egész környezetet egy ilyen hideg környezetbe raktam bele, kivétel ugye a kupi, ahol ugye azért csak piros fényeknek kell lenniük, és hát azért van egy-két olyan apró jelenet, ami ugye színesebb kavalkádot kíván. Egy testés, egy vérrel állt, és egy ilyen ölítő félelmet érzelmény. Vége van, hidd el, most elnyer az éjjel, ami a A mű egyik talán legfontosabb kérdése az, hogy bemerészkedhet-e az ember Istennek a felség területébe. Aktuális a kérdés, hiszen ott tart az emberiség, hogy a test-lélek, szellem, test-szellem-lélek hármas egységéből a testet már klónozza, a rációt, az intelligenciát, azt megpróbálja mesterséges úton, számítógépes rendszerekkel létrehozni. Csak Arany János egy sorát idézve, nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mondta Arany János, mint ahogy mondjuk mi járt szegény Jekyll Hyde, aki bemerészkedett ebbe a tiltott zónába, és úgy végezte, hogy meg kellett öletnie a testét ahhoz, hogy esélyt adjon a lelkének a
felszabadulásra, megszabadulásra, megmentésre, hiszen a lélek istené. Ez most komoly, hogy veszel?